Sziasztok! A Specialista mai adásában összegyűjtöttem nektek az 5 leggyakrabban felmerülő kérdést, amivel a szakértő válaszol felületen fordultok hozzám. De előtte iratkozzatok fel a Biotechus a Magyarország YouTube csatornájára, és ne felejtsétek el kitölteni a Lifestyle programunk kérdőívét sem. Nézzük az első kérdést. 48 kg-os lány vagyok, a párom kétszer akkora, mint én. Akkor nekem elég csak fél adag fehérjét innom edzés után? Nem. Hogyha röviden szeretnék válaszolni, nem. Nyugodtan te is fogyassz egy egész adag fehérjét, ezek többnyire 25-30 g-osak adagonként. Neked annyiban lesz majd az eltérés, hogy a napi táplálkozásod során fogsz valószínűleg kevesebb fehérjét, és minden másból is kevesebbet fogsz fogyasztani, hiszen a te testsúlyodhoz elegendő az a mennyiség is, amit te fogyasztasz, a párod pedig nyilván értelemszerűen az ő testsúlyának megfelelő és az ő energia szükségletének megfelelő mennyiséget fogja bevinni. Összességében tehát nyugodtan igyál meg egy egész adag fehérjét edzés után, de például, hogyha mondjuk az apkásádba teszel fehérjét ízesítésként, vagy csak ezzel szeretnéd emelni annak a fehérje tartalmát, ott lehet, hogy elegendő lesz akár fél adag is belőle. Nézzük a következő kérdést. Használhatom a Superfat Burnert fogamzásgátló mellett is? Igen, ezt a kérdést is nagyon sokan kérdezitek, és nem csak a Superfat Burnerrel kapcsolatban, hanem más egyéb vitaminokkal, más termékekkel kapcsolatban is szoktátok kérdezni. Alapvetően igen, nyugodtan fogyasszátok ezeket a akár fogamzásgátló mellett is. Én annyit javasolnék, hogy ne közvetlenül utána, tehát ne egyszerre vegyétek be mondjuk a fogamzásgátlóval az étrendkiegészítőt, hanem érdemes azért néhány óra eltéréssel bevenni a kettőt. Nem csak a Superfat Burnerrel kapcsolatban szoktátok ezt kérdezni, hanem más termékekkel kapcsolatban is, például L-karnitinekkel, nyugodtan itt is ugyanez érvényes, használhatjátok a kettőt egymás mellett, de amint már korábban is említettem, hogy néhány óra eltéréssel vegyétek be őket. A harmadik kérdés az volt, hogy a testsúlykontroll formulában miért van tömegnövelőszer, amikor az a célja, hogy támogasson a fogyókúrában? Nem csak a testsúlykontroll formulákban van tömegnövelőszer, ugyanúgy vitaminokban és egyéb tablettákban is megtalálhatók, gyógyszerekben is, akár nem csak étrendkiegészítőkben. Ennek a tömegnövelőnek nem az a célja, hogy az emberi testsúlyt növelje, tehát ez nem ilyen tekintetben tömegnövelőszer, hanem ez gyártástechnológiai célból van hozzáadva a termékhez, hogy megfelelő legyen a tablettának, kapszulának az állaga. Nyugodjatok meg, nem ettől fogtok elhízni, ez nincsen hatással a testsúlyotokra. Folytassuk a kérdéseket. Jelenleg otthon edzek. Ilyenkor használhatok Black Blood Cough Plus edzés előtti formulát? Én azt gondolom, hogy az otthoni edzések során is biztos vagyok benne, hogy mindent beleteszel és mindent kiadsz magadból, de szerintem nem feltétlenül szükséges egy ilyen magas koffein tartalom és egy ennyire komplex edzés előtti formula egy otthoni edzéshez. Azt is csinálhatod, hogyha szereted ezt a terméket és neked bevált, hogy akár fél adagban használod, de amikor tudod, hogy nem annyira egy intenzív edzést fogsz végezni, akkor nem is feltétlenül szükséges edzés előtti formula. Összességében tehát használhatsz fél adagot is nyugodtan a Black Bloodból, de az is egy jó alternatíva, hogyha egy alacsonyabb koffeintartalmú edzés előtti kiegészítőt választasz magadnak, ilyen például a Supernova, vagy akár az Amino Energy Zero with Electrolytes. És akkor lássuk az utolsó kérdést. Van-e olyan vitaminotok, ami nem étvágyfokozó hatású? Alapvetően ugye az étvágyfokozásban főleg a B-vitaminok játszanak szerepet, hogyha valaminek nagyon magas B-vitamin tartalma van, akkor annak lehet étvágyfokozó hatása, de ez sem törvényszerű, ez sem mindenkinél van így. Ha mégis ilyet tapasztalsz magadon, akkor azt javaslom, hogy az ilyen magas B-vitamin tartalmú vitaminokból, mint például a Multivitamin for Women, vagy akár a Multivitamin for Men, vagy akár a Vitabolig, azokból akkor választhatsz, vagy fogyaszthatsz fél adagot, de hogyha csak kifejezetten egy terméket szeretnél használni, akkor erre a célra a bánadét javaslom. Azt azért hozzátenném, hogy az, hogy nagy az étvágyad, az nem feltétlenül egy multivitamintól van. Lehet, hogy az étkezésed nem megfelelő. Egyébként az étvágy szabályozásban fontos szerepet játszanak az élelmi rostok, ugye a zöldségek, gyümölcsök élelmi rosttartalmuknál fogva hozzájárulnak a vércukorszint megfelelő szabályozásához, normál szintjének fenntartásához. Erre a célra egyébként nekünk is van egy kifejezetten jó étrendkiegészítő termékünk, rágó tabletta formájában, az inulin tartalmú fiber komplex, amelynek élelmi rosttartalma hozzájárul a normál vércukorszint fenntartásához. Amint látjátok, elég sok kérdés jön azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kell használni megfelelően az étrendkiegészítőket. Hogyha további információra vagytok kíváncsiak, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és nézzétek meg a korábbi tartalmainkat, videóinkat. Ha pedig igazán személyre szabott segítségre vágytok, akkor töltsétek ki a Lifestyle programunk kérdőívét. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, tartsatok velünk a Specialista következő adásában is! Biotechusa, the feeling of success.
További inspirációkért kövess minket Facebookon és Instagramon, iratkozz fel YouTube csatornánkra és látogass meg a weboldalunkat.